Gratulálok, 31-21-re nyertünk a csehek ellen, ez 10 gólos különbség, nyilván lehetett volna ennél nagyobb is. Menjünk végig a csapaton, kezdjük a kapusokkal, fél meccsnyi kapott mind a két kapus, mi a vélemény róla? Igen, előre megbeszéltük, hogy ez így lesz. Én azt gondolom, az első félidei kapus teljesítmény az jóra sikerült, a második sem volt rossz, de az első az talán jobb volt, sokkal feszesebb és sokkal határozottabb volt előtte a védőfal, így azért a kapus teljesítmény is azért azt gondolom, hogy egy picit talán könnyebben abszolválható, de én azt hiszem, hogy nem a kapuson gúlt az, hogy nem lett még nagyobb arányú a győzelmünk. Akkor rá is térhetünk a védekezésre. Igen. Az első fél időben hát 5 gólt kaptunk, 5-6 gólt, azt hiszem, pontosan nem is emlékszem. Én azt gondolom, az nagyon dicséretes. Nagyon egységesek voltak, nagyon agresszívak, és a 6-os fal, illetve egy 5-1-es formációt próbáltunk. Én azt gondolom, ez teljesen jól működött. Bár hozzáteszem, nagyon-nagyon elismerve és nem megbántva a cseh csapatot, de majd egy erősebb ellenfél ellen is ki kell próbálnunk, és azt gondolom, az lesz az igazi fokmérő. Szélsőink? Alap problémánk az, hogy nem tudjuk a szélső játékosainkat helyzetbe hozni. Ez a jövő egyik nagyon fontos feladata lesz, de azt gondolom, hogy bal és jobb szélő is megfelelt, talán a Korsos Dorina kiemelkedett még közülük is. Irányító? Kurucivet nagyon jó tartja kézbe a csapatot, egyelőre még keresem azt az embert, aki tudná helyettesíteni, hiszen 60 percig nem képes, és nem is várom el tőle, hogy egyformán ezt jól tudja támadásba és védekezésbe is. Én azt gondolom, hogy a csapat vezéregyenisége. A második félidő egy picit, a második irányítónk egy picit haloványabbra sikerült. Átlövök. Van egy nagyon-nagyon tehetséges serdülőkorú kislány, aki helyi, ráadásul helyi nevelés, és nagyon nagy örömmel töltött el, hogy itt pozitívan tud bemutatkozni, ráadásul balkezes, 190 centis, nagyon nagy jövő áll előtte. A másik oldalon a Palotás Fanni és a Csoknyai egy picit megéletődöttebb volt, de én azt gondolom, hogy szépen mutatkoztak be, lesz ez még jobb is nekik is, és csapatszinten is. Beálló. A Rea nagyon-nagyon megbízható volt, a Mészáros Rea, támadásban és védekezésben is alapember. Itt is a második félidőben a Sírján Szederke egy picit haloványabb volt, de ez nem korholás, ezt inkább ilyen tényként mondom. A heteseinkből, melyekből 4-et kaptunk, 2-t dobtunk be, ez pont 50%. Igen, ez nem jó. Ebben is, mint nagyon sok mindenben említettem, előre kell lépni. Ugye mindenki azt gondolja, hogy a hetes egy nagyon könnyű műfaj, a hetes egy nagyon nehéz műfaj. Ha valaki abszolválja, az természetesnek veszi. Ha meg kimarad, akkor meg azt mondják, hogy na már ez sem megy be. Úgyhogy ebbe is fejlődnünk kell, és ezen is javítanunk kell. A tornán részt vesz még a román és a német válogatott. A románok az utolsó percekben nehézzé tették saját maguk számára a németek elleni meccset. Összképében mit láttál? Nyilván a románok lesznek a nehezebb falat. Igen, nagyon-nagyon komoly, fizikális és testsúlyban, centiben, nagyon komoly fölényben vannak a román csapat játékosai. Én azt gondolom, hogy egy nagyon okos higgadt kézilabdával őket is meg tudjuk verni. Gratulálok a győzelemhez is, meg a 8 gólodhoz is. Tréfálkoztunk itt, hogy 8-as mez, 8 gól. Hogy érezted magad a pályán? Én úgy gondolom, hogy nagyon jó mérkőzés volt a meccs első fél ideje. Ott tudtuk azt a tempót hozni, ami szerintem elvárható. Sajnos a második fél időben kicsit bealudtunk, lassabb volt a tempó, ezért nem úgy jöttek össze a helyzetek, de nagyon örülünk, hogy nyertünk. Az első fél idő azért is kiemelkedő, mert mindössze 5 gólt kaptunk. Ez természetesen a kapus teljesítményét is dicséri, de a 6-os fal is jól dolgozott előtte. Igen, hát a kapus teljesítmény tényleg fantasztikus volt. Persze sikerült úgy védekeznünk, ahogy kell, tehát nagyon sokat sikerült faltolnunk, és így tudtuk segíteni a kapusunkat. Rád óriási feladat hárul, hiszen azon túl, hogy gólokat várnak tőled, még irányítanod is kell a csapatot, amit azért 60 percen keresztül egy szám magában az embernek nem olyan könnyű feladat. Hát igen, nehéz. Ugye, mint mondtam az előbb, hogy a második fél időre már én is nagyon elfáradtam, nehezebben gondolkodok már a második fél időben, kicsit nehezebb, de többé-kevésbé megoldottam. Amikor 18-5-re nyeri a csapat az első fél időt, akkor mennyire fordul meg az ember fejében, hogy ez már megvan ez a meccs? Tudat alatt azért benn van így az emberben mindenképpen, hogy azért kicsit lejjebb lehet ereszteni, és talán ez is volt a probléma. Hát a következő meccsen remélem, hogy ez nem így lesz, és a nagy gól különbség ellenére is ugyanúgy tudjuk folytatni. Abban azért megállapodhatunk, hogy nem a cseh csapat a legerősebb ezen a 4-es tornán. Hát igen, úgy gondolom, hogy a németek és a románok is nagyon-nagyon erősek, és szerintem sokkal szorosabb mérkőzés fog ránk várni. Montenegróban kell majd ezeket a tapasztalatokat is felhasználni. Hogyan tudtok készülni, hány lehetőség van összetartásra, mennyire tud a csapat megszokni?
Hát igazából szerintem már jól összeszokott csapat vagyunk, nagyon jó a csapategység, edzéseken is nagyon jól tudunk dolgozni, összetartások során pedig nagyon sokat gyakorlunk, úgyhogy úgy gondolom, hogy Montenegróban már teljesen összeszedett csapattal tudunk kiállni. Mi a cél ott? Én úgy gondolom, hogy mindenki nagyon szeretné megnyerni a világbajnokságot, hiszen tavaly az Európa-bajnokságon 4. helyezést értünk el, és hát remélem, hogy 1. helyezés lesz. Nagyon jó kis teljesítmény nyújtottál az első félidőben, mindössze 5 gólt kaptál, ami nyilván spanolja a csapatot és spanolja a kapust is. Hát igen, ez tény, hogy nagyon jó védekezés volt előttem. Le a kalappal a lányok előtt nagyon jól védekeztek. Volt 1-2 gól, ami természetesen az enyém volt, mert 2-t nem fogtam meg, de nagyon örülök, hogy ilyen jó védelem volt előttem. Fogtál 7-est is? Igen, 2-t. Mi az, amit erőltettek a csehek az első félidő során? Inkább a betöréseket, az ígyszerlövéseket, vagy inkább kihúzták szélre a labdát, kevés átlövés volt, körülbelül ilyen 3 vagy 4 darab. Van egy új szabály, hogy a szélső között már hozzá sem lehet nyúlni tulajdonképpen. Régebben ugye azért még volt lehetőség a védőknek. Ez mennyire nehezíti meg a kapusok életét? Hát végül is csak, hogyha teljes zicserben a játékos, és ugye kijövünk a labdáért. Én annyira nem szoktam kijönni, úgyhogy engem nem nagyon folyásolt be ez a új döntés. Ma a román válogatott legyőzte a német válogatottat. Mind a két csapattal kell még játszanunk. Róluk tudunk-e valamit? A románokkal többször is játszottunk az EB előtt. Nagyon sok vagy 4-5 felkészülési mérkőzést. Őket úgy nagyjából ismerjük. A németekkel még serdülő válogatottként találkoztunk itt Lengyelországban. Most így csak az eddigi játékokból, a maiból tudunk kiindulni. De azért hazai pályán ezt a tornát jól lenne megnyerni. Hát mindenképp az a célunk. Ugyan a víz nemzetközi világnapja van, de a magyar lányok a fák, a kapufák nemzetközi Igen. napjává tették Igen. ezt a mai napot. Rengeteg kapufát lőttünk, de elkövettünk néhány hibát is, azért felsorolod nekünk azokat, amik kiugrók voltak. Igen, néhány apró hibát elkövettünk, különösen kipattan labdáknak a megszerzésében. Hát mondhatnám, nem jeleskedtünk, illetve a kapusok kaptak néhány olyan gólt, amit hárítani kellett volna. Örvendetes volt, hogy sokszor vert helyzetből is lábra álltak a kislányok, és nagyon szépen küzdöttek, ami számomra is meglepő volt, hogy fölvállaltak egy nagyon nyitott védekedést, és abban nagyon szakszerűen és szépen dolgoztak. Ez mindenféleképpen pozitív vonás ennek a kis alakuló csapatnak. Döntetlen lett a mérkőzés, de talán, hogyha a szélső játékunk egy picit eredményesebb, akkor talán 1-2 gólt még szerezhettünk volna szélről. Szerezhettünk volna, alakuló csapat, nem győzöm hangsúlyozni, és minden poszton van 1-2 ügyes ember. Az első fél időben a jobb szélről tudtunk néhány gólt lőni, az meghatározó volt, a másfél időben már nem tudtunk onnan gólt szerezni. Ami talán a legnagyobb gondunk volt, hogy másik fél idő elején rögtön 3 indítás gólt kaptunk, ami hát nagyon rosszul jött, nem tudtuk folytatni azt a kemény folyamatos játékot, amit az első fél időben elindítottunk. Mi a helyzet a beálló poszttal? 3 gólt szereztünk a 14-es számú Mészáros Rea révén beállóból. Igen, a Rea, hát ő már játszik a Vác felnőtt csapatában, igen, kemény védőjátékos is, nagyon szépen megoldott a feladatát, de ő is elkövetett egy hibát, ő is egy biztató szép helyzetbe egyszer vonalra lépett, egyszer pedig hát ami a beálló játékosnak nem nagyon szabad, egy ilyen szemafor kapusnak lőtt egy felső sarkot, amit kifogott a kapus, de összességében hát az ő mérlege is az én megítélésem szerint pozitív. Akit még kiemelnék, az a 11-es számú Korsos Dorina, aki 2 nap alatt, hogyha jól számoltam, ugye a mai 8 és a tegnapi 4 gólját, akkor 12-szer volt eredménye. Hát ő mint egy kis ördögfiók, azt kell mondanom, irányító játékos, nyitott védekezés ellen, hát egészen fantasztikus dolgokat művelt, borzasztó jó lába van, és ezen túl, amit zavaróban produkált és labdaszerzésre produkált, azt a keménységet, amit ez a kicsi lány csinált, ez egészen elkápráztató.
Ennek a csapatnak ebben az évben ugye Montenegróra kell összeállnia. Milyen lehetőségei lesznek még? Tud-e még a szövetség teremteni olyan időszakokat, amikor együtt dolgozhat? Hát borzasztó nehéz nemzetközi meccseket lekötni és megszervezni. Próbálgattunk mindenfelé keresni lehetőségeket. Ha más nem, a románok szerintem szívesen fognak játszani megint velünk, mert egyrészt tradicionálisan nagyon jó kapcsolatunk ilyen páros küzdelmek szervezésébe, és remélem, hogy most se fognak elzárkózni ezelől. Ez a jó kapcsolat a mai mérkőzésen az edzőjükön nem látszott? Hát az edző az mindig egy kicsit bolond, bocsánat, idézőjelme, de hát az minden edző egy kicsit. Hát azért van a pályán, hogy ő ott elégjen, és hát én nem vetek rá követ egyáltalán. Visszatérve erre a tornára, ugye egy győzelemmel és egy döntetlennel állunk, és vannak még, akik így állnak ezen a tornán. A holnapi lesz a döntő találkozó, és hát talán a torna egyik leggyengébb együttes ellen, a német együttes ellen játszunk, bár ma már még akár ebből a négyből sem lehet nagyon kijelenteni, hogy valaki gyengébb vagy akár leggyengébb. Hát amit én ma láttam, abból azt merem mondani, hogy a magyar csapat és a román csapat kiemelkedik ebből a négyesből. Most nekünk az a nagy előnyünk, hogy mi játsszuk a második mérkőzést. Tehát már tudjuk, hogy a román és a cseh csapat mit játszik egymás ellen. Meggyőződésen a román csapat jelentős gólkülönbséggel fog nyerni. Tehát nekünk ott van a feladat, majd hogy a németeket meg kell verni. Az se van nagyon biztos, de én remélem azért azt abszolváljuk azt a német meccset, úgyhogy talán odállunk a dobogó tetejére.